A tervezett avulásról és a tervezett tartósságról szeretnék beszélni. A tervezett avulás az a, én úgy látom, hogy ez a kapitalizmusnak a csődje. Ugye a kapitalizmust annak teoretikusai annak a szellemében hozták létre, hogy a termékek és szolgáltatások evolúciója egyre jobb minőségű termékeket és egyre jobb minőségű szolgáltatásokat eredményezzen, kvázi minden terméknek lépten nyomon egyre jobb minőségűnek és egyre tartósabbnak kellene lennie. Ha a kapitalizmus még mindig a mi fogyasztók érdekeit szolgálná, ahogyan az meg lett hirdetve. Csak hogy a kapitalizmus ki lett siklatva. És én nekem az a munkahipotézisem, hogy a marketing azt siklatta ki. A marketing azt és a reklámok kultúrája eredményezte azt a helyzetet, hogy az emberek már nem a termék és szolgáltatás minősége alapján döntenek a maguk fogyasztásáról, hanem definiálatlan, zavaros ösztönök, emlékek, reklámok emléke, brendek emléke, logók emléke, szignálok és dallamok, dallamvilág hangulata, ami a reklámokból visszamarad, eredményezi azt, hogy a szupermarket polca előtt ezt vagy azt a terméket veszed le a polcról. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a termékek és szolgáltatások minőségének a helyét a kiválasztás és kiválasztódás mechanizmusában átvette a reklám penetráltságnak a mértéke. Az a termék fogy jobban, amelyiket a marketing kaszt nagyobb felületen és nagyobb szúrásban tudja eljuttatni a fogyasztókhoz, felhasználókhoz. Három szót szúrnék ide, bocs, hogy nem az a baj, hogy az egyik jobban fogy, mint a másik, az csak az igazságtalan. De nem hiszem, hogy ez nem a minősége összekapcsolódik alapján a minőséggel, hanem az, hogy hamarabb akarod lecserélni a termékedet, és erre kapod a felhívást. Tehát nem az a baj, hogy ezt a terméket vedd, hanem hogy vegyél újat, pedig van még neked egy. Igen, és lehet egyébként kölcsönösen a marketing azt mutogathat a fogyasztókra. A fogyasztók meg visszamutogathatnak a marketingkasztra. Én azt gondolom, hogy a fogyasztó meg a marketinges az ugyanannak az érmének a két oldala, és ez az érme az, ami elinflálódott, ez az érme az, ami már nem a kapitalizmus szolgálja, akárhányszor fizetünk ezzel az érmével, mindig egy kicsit bosszusabbak leszünk, mindig egy kicsit kevésbé tartós, kevésbé megbízható terméket kapunk kézhez, mindig egy kicsit kicsorbul a kapitalizmus az életmódunkon. Minden pillanatban azt tapasztaljuk, hogy egyre rosszabb minőségű a termék, de már itt az új, és már eljuttatták hozzánk az újnak a hírét. Na most én azt gondolom, hogy ez a tervezett avulás, ez egyrészt a mi fogyasztói elégedettségünket, komfortunkat, a mi fogyasztói jobb létünket, aminek a szellemében a kapitalizmus meghirdették, sérti. De nem elsősorban, és nem ez a legfőbb. Elsősorban fenntarthatatlanná teszi a kapitalizmust, elsősorban hulladék szigetek tömegét eredményezi a világóceánokban, el nem bomló hulladék szigeteket, akkorákat, mint az országunk, és előbb vagy utóbb erre törvényszerűen rámegy erre az kidobásra szánt, eleve kidobásra szánt tárgyi kultúrára, amit kialakított a kapitalizmus nekünk, rámegy a bolygó és rámegy az életünk. Persze nem az élet fog, az élet fog a bolygón kipusztulni, ennek kétféle következménye lehet, az egyik az az, hogy a civilizációnk hanyatlik le, a másik az, hogy az emberiség kipusztul. Nyilvánvaló, az élet túl fogja ezt élni, ez legalább megnyugtathat minket, hogy az evolúció pár ezer év és túlteszi magát az emberen, mint válságon, mint problémán. Ki fog egy új civilizációt más élőlényből, aki majd újra létrehozhatja ugyanezt a modellt. Várjál, ha nem halunk ki a következő összeomlásban, akkor lehetséges. De! Nem mondtam, nekem az emberi. Meg lehet. Ó, hát ez meg már tudod, hogy majd lesz-e még egy faj, amelyik majd öntudatra ébred, és abból az öntudatból majd civilizáció alakul-e ki. Hát bízzunk benne, de egy valami biztos. A Föld kora az nagyjából a fele. Tehát a naprendszer az életkorának nagyjából a felénél jár. És eddig egyetlen faj jutott el erre a szintre. Az emberi faj. Most még egyszer ennyi idő alatt, persze lehet fedezet nélkül jóslatokat tenni, hogy itt még rengeteg faj, ott vannak a delfinek, gorillák, orángutánok, már csak egy lépés.
nem olyan egyértelmű. Szóval arról van szó, hogy amikor majd lehanyatlik ez a civilizáció, akkor egy teljesen új tárgyi kultúra kell, hogy a következő civilizációt megalapozza. Ezeken az alapokon, ilyen önző és vak módon, ilyen öngyilkos módon nem építhetjük fel újra a civilizációt. Ennek a civilizációnak a lehanyatlása és megbukása következményekkel, tanulságokkal kell, hogy járjon, és a legfőbb tanulság az kell, hogy legyen, hogy a tervezett avulásnak a helyére a tervezett tartósság kell, hogy lépjen. És én úgy gondolom, hogy a következő civilizációnak minden egyes használati tárgyát a tervezett tartósság kell, hogy jellemezze. Márpedig a tervezett tartósságnak van egy formai jegye, ami a legfőbb, ez pedig az egyszerűsíthetetlen összetettség. Az egyszerűsíthetetlen összetettségnek az a jellemzője, hogy amikor kialakul, ott az evolúció megáll. Nem csak a természeti kiválasztódás, a darwini evolúció az, ami megáll. Ilyen például egyébként a cápa, amelyikről tudjuk, hogy sok százmillió éve létezik, és ez a sok százmillió éves állat már nem evolválódik ez alatt a sok százmillió év alatt. A sok százmillió éves cápa csontokat találtunk, cápa fosszíliákat találtunk, amelyek alapján a cápa ugyanígy nézett ki, és ugyanígy működött, akkor, amikor nagyjából kialakult, és nem változott. Miért? Mert az egyszerűsíthetetlen összetettség jellemzi. Az egyszerűsíthetetlen összetettség példájaként az egérfogót szokták fölhozni. Az egérfogónak van 6 alkatrésze, 6 részből áll. Az egérfogót bármilyen alkatrésszel ellátod, vagy bármilyen alkatrészt elveszel belőle, tönkreteszed. Tehát fejleszthetetlen, mert bármilyen alkatrészt 7. alkatrésznek hozzáteszel, már elveszíti a funkcióját, nem egy jobban működő egérfogót kapsz, de bármit elveszel belőle, rögtön használhatatlan. Tehát az egérfogónak nincs hova evolválódnia, mert tökéletes. Ha fölmész a YouTube-ra, időben heteken keresztül néztem ilyen videókat, találsz ott számtalan DIY egérfogót, jobbnál jobb ötletekkel, egy csomó amerikai, elsősorban a középnyugaton élő farm és háztulajdonos foglalkozik azzal, hogy a te általad tökéletesnek titulált egérfogó kirpetet valahogy meghaladja. Egyébként hasonlóan egyszerű eszközökkel olyan egércsapdákat építenek, amik ilyen csapóajtók, egyszerű csapóajtók elvén működnek, amiben az egér rámegy egy hirtelen lebukó csapóajtóra, és beesik egy vödörbe, és akkor így elszállítható. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy azért érzem ezt nehézkesnek, ezt az elméletet, amit az imént elmondtál, mert hogy újra meg újra a terutasításos rendszer problémái jelentek meg a lelki szemeim előtt. Azokkal a gondokkal, amik részben a hiánygazdaságot, részben pedig azt a tárgyi kultúrát eredményezték, aminek a nyomai még a mai napig megtalálhatóak a kelet-európai exszocialista országokban, meg a lelkünkben, meg mindenhol. Olyan eszközök, amik valóban rendkívül tartósak, iszonyú erős anyagokból készültek. A vetítőkkel lemén körülvéve, ilyen emblematikus tárgy. De miért kell szándékosan félreérteni azt, amit magyaráztam? Nem legyél dühös, ezt értette nem azt a nyári állítottam, belőle. Neki ez a víziója, a te víziód alapján. Nem azt állítottam, hogy ennek a civilizációnak, ez a civilizáció tervutasításos rendszerrel ráállna arra, hogy létrehozza az egyszerűsíthetetlenül összetett tárgyi kultúrát, abból nyilván egy Szovjetunió lenne. Én nem azt mondom, hogy ebben a civilizációban itt és most ezt kell megvalósítani. Én arról beszélek, hogy már is vannak ilyen tárgyak, és azt gondolom, hogy a következő civilizációban, amikor a fenntarthatóságnak már erkölcsi tartalma lesz, mert meggyőződésem, hogy másképp egy új civilizáció nem tud szárba szökni, minthogy az természettel való együttélésnek, minthogy a minden élővel való együttélésnek erkölcsi tartalma legyen, ahogyan az Ószövetségben minden zsidónak egymás iránti kapcsolatának erkölcsi tartalma volt, ahogy a kereszténységben minden embernek, ugye a zsidóság származási kategóriáján tovább lépett a humánum egészen az emberiségre. Egy egyetemes emberi morál alakult ki. Úgy gondolom, hogy ennek kell még tovább terjednie, és minden élőre kiterjednie, anélkül nincs új civilizáció. Erkölcsi tartalmat kell, hogy nyerjen arra,
az, hogy nem vehetek el többet a természettől, mint amennyit visszaadok neki. Erkölcsi tartalmat kell, hogy nyerjen az, hogy nem szórhatom szét a szemetemet a természetben. Akkor, hogyha egy ilyen egyébként ideális társadalmat pont a technológiai fejlődés tesz lehetővé majd idővel? De én azt gondolom, hogy a következő civilizáció egy olyan dobbantóról ugrik majd el, ahol ez a civilizáció a saját kudarcával, a saját csődjével szembesül, és abba belezuhan, ahogyan a római birodalom kudarcára és csődjére nem egy jobban működő rabszolgatartó társadalom lett a megoldás, hanem a feudalizmus. Egy új modell, egy alapjaiban új társadalom, aminek már a keresztény világnézet. Vagyis azt mondod, hogy meg kell adnunk a lehetőséget a fejlődésre. Adta a szerves alapját. Igen, azt gondolom, hogy ez fejlődés lesz, de nem abban az értem, nem tőkefejlődés lesz. Nem a tőkenövekmény által értelmezett fejlődés, ahogyan ma a fejlődést értelmezünk. Ahogyan az ókorban a fejlődést, az még több rabszolgában érezték kifejeződni. Nem még több rabszolga, még nagyobb rabszolgatartó társadalom oldotta meg a római birodalom válságát, hanem a feudalizmus, ami akkor nem volt értelmezve. Jó, azt gondolom, hogy egy új tárgyi kultúra kell, hogy szülessen. Mondok egy példát neked erre. Mit kezdenél, olyan, mint kezdenél az amerikai középnyugaton élő farmerek által legyártott ötletes egérfogókkal ebben a társadalomban? De nincsen értelme a következő civilizációnak a dilemmáit, a mai civilizáció csődjéből, vagy a mai civilizáció ismérveiből, vagy eszközeiből, vagy zsákutcáiból, vagy út elágazódásaiból, hogy egy klasszikus idézek, levezetni. A civilizáció lehetőségeit vezeted le éppen ennek a civilizációnak a csődjéből. Miért ne lehetne akkor a dilemmáit is firtatni? De értsd meg, hogy nem lehet azt mondani, hogy mit kezdesz ebben a civilizációban kialakított eszközökkel a következő civilizációban. A következő civilizáció új alapokon fog a saját tárgyi kultúrájára rátekinteni. Új alapokon. Erkölcsi tartalma lesz annak például, hogy amit létrehozol, amit megalkotsz, az minél tartósabb legyen, hogy ne váljon belőle hulladék, hogy ne menjen rá a következő civilizáció. A következő civilizációnak járni fog egy saját csőd, egy saját kudarc, egy saját megoldhatatlan probléma. A mi számunkra megoldhatatlan problémák, a mi kudarcunk, a mi csődünk a következő civilizációt nem terhelheti, azt meghaladóan kell létrehozni. De akkor ennek a civilizációnak mondjuk létre kell hoznia egy MR-gépet, ami nem fejlődhet tovább, egy optimálisan működő MR-t, és hogyha én előállok egy jobb MR-rel, ami a betegségeket egy korábbi állapotukban is képes már felismerni, és hozzárendelni a megfelelő terápiát, akkor ezt nem szabad létrehoznom, mert... Akkor meg kell tenned most... a kérdés, hogy mivel jár ez az újítás? Én csak arról beszélek, hogyha létrehozol egy jobb eszközt, amely eszköz magasabb színvonalon szolgálja az életet, vagy szolgálja a fogyasztót, szolgálja az egészségügyet, akkor az eszköz az nyilvánvalóan ki kell, hogy szorítsa a korábbit, hiszen jobb minőségű. De most azért hoztál rossz példát, mert pont az MR készülékek azokat nem tervezett elavulás elve szempontjai mentén készítik. Azokba nem raknak bele direkt, szándékosan tönkremenő alkatrészeket, ahogyan az autókban meg a mosógépekben. Tehát most direkt egy olyan példát hoztál, amely arra példa, hogy akár már ez a civilizáció megugorhatná ezt a kihívást, hogyha hajlandó lenne minden eszközre úgy tekinteni, ahogyan az MR készülékre. Az MR készülék az nem jó üzlet, hogyha tönkre megy, mert az egészségügyi rendszerek azok nem fognak ilyet rendelni. A fogyasztó nem olyan tudatos, mint ezek az egészségügyi rendszerek, és ezek a gyártócégek pedig gátlástalanabbak akkor, amikor öngyújtót kell gyártani, amit aztán bármilyen következmény nélkül eldobhatsz, mint amikor mondjuk MR készüléket, amit nem bármiféle következmények között dobsz el csak úgy. De nem igaz, hogy az öngyújtót bármiféle következmények nélkül dobhatod el. Nem igaz. És erre hozom példának a Clipper öngyújtót. A Clipper öngyújtó, ez a henger alakú öngyújtó, minden egyes Clipper öngyújtó örök darab. Ha egyet vettél, az neked az életed végéig Clipper öngyújtó. Nagyon hamar elromlik. Nem romlik el, egyáltalán nem. Az a helyzet, hogy a
a tűzkövét azt cserélni lehet, tehát bemész a dohányboltba, és azt a tűzkövet, amely el tud romlani benne, azt egy az egyben, egyetlen mozdulattal kiveheted, és belerakhatod a másikat, a másik végén pedig a gáznyomást adagolod, és még csak a lángnak a nagyságát szabályozó kis pöcök sincs benne, mert az is egy elromlási lehetőség. A klipper öngyújtó az egyszerűsíthetetlen összetettség elve alapján tökéletes. Nem lehet hova evolválni, nem lehet hova fejleszteni, mert úgy tökéletes, ahogy van, van benne egyetlen elromolható alkatrész, amely elromolható alkatrész azonnal cserélhető, és a másik végén pedig a gáz töltheted bele. És ez a gáznyomás szabályozza a lángnak a méretét. Én azt gondolom, hogy minden eszköznek ilyennek kéne lenni a következő civilizációban. Klipper öngyújtót soha nem kell eldobnod. Azt hiszem, hogy ha a következő civilizáció létrejön, egyetlen eszköz sem szorul majd arra, hogy bizonyos ponton azt mondjuk, hogy hát ez tönkrement, vegyünk újat. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. Én nem kampányolni akarok a klipper öngyújtó mellett, mert nem kapok én ezért egy fillért sem. Én azt gondolom, hogy a klipper öngyújtó egy példa arra, hogy hogyan kell, hogy kinézzen a tárgyi kultúránk majd a következő civilizációban, ami majd létrejön, ami az lesz ehhez a civilizációhoz képest, ami a mi civilizációnk a római birodalomhoz képest, vagy az antikvitáshoz képest, a hellenizmushoz képest. Ha megvizsgáljuk azt, hogy a klipper öngyújtót milyen szempontok alapján hozták létre a megalkotói, ott nem az volt a szempont, hogy elhasználja az öngyújtót, dobja el, és vegyen egy újat, mi már gyártjuk az újat, hanem az volt a szempont, hogyha elhasználódott benne a tűzkő, azt egyetlen mozdulattal kivehesse, legyen ellátva a kereskedelmi hálózat annak megfelelő tűzkövekkel, amit egyetlen mozdulattal cserélhet benne, a gázt egyetlen mozdulattal beletöltheti, és nincsen benne olyan alkatrész, a kicserélhető tűzkövön kívül nincsen benne mozgó alkatrész, tehát nem tud fizikailag elromlani, nincs benne mi elromoljon, és ők úgy álltak hozzá, hogy ha veszel egy klippert, akkor az egy örök darab legyen, soha ne kelljen eldobnod, kvázi klipperből ne képződhessen hulladék. Na most azt gondolom, hogy abban fog különbözni a következő civilizáció ettől a civilizációtól, hogy minden tárgy olyan lesz, hogy soha ne kelljen eldobnod. Na, akkor gyakorlatilag leadtad az anyagot. Én több helyen nem is vitatkoznék vele, csak máshogy látom. Egyrészt a tervezett avulásnak a már a kifejezés sem teljesen értek egyet, és a forrását, hogy itt minek a csődjéről van szó, azt sem csak ezekben a jelenségekben látom. Másrészt a tervezett tartóság, ami az áhított elvileg jövő civilizációs dolog, arról azt gondolom, hogy megtörtént már, tehát hogy volt egy harmonikus állapot, amit túlhaladtunk, és jó sokkal. Alulhaladtunk. Jó. Tehát azt mondtad, hogy a marketing és a... Nevezzük fejlődésnek, mert elmondtuk többször, hogy a fejlődés nem feltétlenül egy pozitív fogalom. Nem csak a marketing és a kapitalizmus csődje, szerintem ez kifejezetten a divat csődje, valamint az állandóság és a szomszéd füvének az elviselhetetlensége, és ennek a csődje. Értem ez alatt, hogy a divat termeli ki azt a változatosságot és az arra való igényt, hogy te időnként lecserélheted a díszletet magad körül, miközben elvégzed a rád rót életfeladatodat. És annak érdekében, hogy te egy helyen tartózkodj, és egy munkát végezz, és egy állandóságot, egy rutint, egy hétköznapot vállalj magadra, annak érdekében mindig az előlapot kicseréled magadon, nem csak ruhák, hanem használati tárgyak és egyebek formájában. És a fast fashion az különösen okozója annak, hogy ezeket az ingereket most már gyakrabban kell újra átélned, gyakrabban kell kicserélned a szarjaidat, amik valójában még működnek. Ami miatt pedig felgyorsult a divat, vagy ami miatt azt hiszem, hogy jobban igényünk van arra, hogy igazából a jelentéktelen dolgainkat állandóan cserélgessük, és csak a jelentősek legyenek tartósak, legalábbis évtizedesek.
az, hogy a szomszéd füvét kell nézzed, az, hogy közelebb lakik hozzád a másik élet, amiben belelátsz. Nem csak fizikai térben lakik közelebb a szomszéd és a zöld fűje, hogy átlátsz a másik panel lakásba, és látod, hogy el kell különbözzél tőle, mert annyira egyformák vagytok, hanem az interneten is belóg a szádba. Nem tudod becsukni, magadra zárni a magánszférádnak, és az óladnak, az egérházadnak, az otthonodnak az ajtaját, mert már nem csak egy ablakod van a világ felé, ami a végtelenségből idehozza a televízióadást, hanem van egy másik ablakod is, ahol te kimehetsz érte. Ami ilyen on-demand alapú, hogy bárhová nézhetsz, és ami elkápráztat, az előtt tátott szájjal és csorgonyállal fogsz ülni. Szerintem a tervezett avulás helyett a helyesebb megfogalmazás az volna, hogy a gyengébb minőségre törekvő érdeknek a megjelenése. És ezt az érdeket az szülte, hogy az ember le akarta cserélni az emberek egy része. Nyilvánvalóan egymásra hat a marketing kommunikáció, és a fogyasztónak ez a drive-ja, hogy az állandóságot a változatosságon keresztül viselje el, és ezt észrevették, és azt látták, hogy gyerekek, egész jó termékek vannak a szemétben, meg a használt piacon. A használt piacról mi nem keresünk, ez is egy hiba egyébként, talán kéne nekik, az eredeti gyártónak. Úgyhogy ráérünk, vagy elég nekünk rosszabb minőségű dolgokat beletenni abba a termékbe. Nem elég, úgyis jobban megéri. Jobban megéri, de elég. Tehát mi nyerünk azon, hogy nem teszünk olyan jó minőségűt bele, úgyis ki fogja dobni a szerencsétlen, és így az az ember, aki egyébként továbbra is egy tartós holmit szeretett volna vásárolni, már ő sem jut tartós holmihoz. Jó, csak számoljunk le azzal a hazugsággal, hogy a kapitalizmus értünk van fogyasztókért. Jó? Csak ezt kérem, hogy a többi nem szeretném ezt hallani, hogy mi azért vagyunk, hogy önnek jobb legyen, hogy önnek kényelmesebb legyen. Az asztalnál közgazdászkodók nyomják ezt, hogy a verseny az a minőséget emeli. Igen, de rég nincs erről szó, mert állandóan ezzel a ceteris paribus kikacsintással vizsgálják a dolgokat, hogy tegyük föl, hogy semmi nem változik, csak ez a tényező. De ilyen a világon. Mondják azt, hogy a kapitalizmus azért van, hogy mi tőkések még gazdagabbak legyünk. Hogy a szegények még szegényebbek legyenek, a nagyon gazdagok még nagyobb, még gazdagabbak legyenek, hogy ez az olló egyre nyíljon és nyíljon, olyan obszén mértékűvé váljanak a szociális különbségek, hogy a gazdagok a maguk életmódjából kipillantva már rá se ismerjenek a szegény ember életmódjára, úgy lássák a szegényeket, mint egy másik fajt, mintha a rovarvilágra nézel. Nincs bennünk semmi közös. Semmi közös. Tudod, hogyha ezt mondják, hogy az a funkciója a kapitalizmusnak, hogy a tőkések, a részvényesek még gazdagabbak és még gazdagabbak legyenek, és behatoljanak egy kvázi virtuális vagyonosodásba, mert már az életmódjukon nem érzékelik, hogy gazdagabbak, mert már tudod, tud vásárolni egy szigetet, de azután, hogy megvásárolta a szigetet, és még százszor annyi pénze lesz, még száz szigetet vesz, és tényleg érzékelni fogja az életmódján a különbséget, már nem fogja érzékelni az életmódján a különbséget, tehát virtuálissá válik az ő gazdagodása, míg a szegényeknek a nyomora az nem virtuális, az el nem fogyasztott ebédekben, reggelikben, vacsorákban, az meg nem vásárolható tamponokban, szárnyas betétekben fejeződik ki, az tényleges nyomor, az ténylegesen a döngölt padlón, ténylegesen a fel nem fűtött szobában, vacogó kisgyerekek nyomorában fejeződik ki, nem virtuális, mint az ő vagyonuk. Nekem két problémám, vagy két dolog jutott eszembe, nem is problémám van. Az egyik az, hogy állandóan szembe helyezed a száz szigetet vásárlót a nagyon szegény kunyhóban élővel. Ők nem szomszédok az életben, és tudod, nem ez a modell helyes, ha a hallgatóinknak, vagy akár nekem szeretnél elmagyarázni, vagy jó példát adni, hogy viselkedjek az életben. Az én dolgom a nálam egyel szegényebbel van, a szomszédommal, aki közel ugyanarra a sorsra jutott, mint én. De Robi, azért, mert ha ezen az egy centis távolságon helyesen tudsz viselkedni, akkor ő a következővel helyesebben viselkedik, és mindenkinek több felelőssége van szerintem a hozzá közel, még számára fölfogható problémával vagy előnnyel élőkkel. De tudod, ezzel elhárítod a felelősséget. Nem, arról van de, szó, te meg megmutatod a felelősség nagyságát, de nincs megoldás, tehát tudod, az nem megoldás, abból mi kimaradunk. Hát most elmondtad, hogy van a 100 sziget,
szigetes, meg van a döngölt pabdós. Én egyik sem vagyok, úgyhogy akkor nem kell semmit csinálnom. Ebből én ezt veszem. Én azt gondolom, azért hogy mondom, hogy a szomszédoddal, a fele barátoddal van dolgod, aki a sorsban melletted ül csak egy padsorra a hátrébb. Nem, de tudod te, ez a gondolkodj... Hogy ezzel is dolgozol. Ez a gondolkodj lokálisan, cselekedj globálisan elve, amiről beszélsz. Hogy igenis, a te szomszédságodban van az, akivel összehasonlíthatod magad, máshoz semmi közöd, vagy legalábbis nem vagy felelős, és természetesen ennek aztán semmilyen következménye nincsen az életmódodra vonatkozóan. Én meg azt gondolom, hogy ezt éppen, hogy meg kéne fordítani. Globálisan gondolkodni és lokálisan cselekedni. A globális gondolkodás igenis azt jelenti, hogy nem arra a szűk szegmensre, amiben te élsz, arra terjedjen ki a szociális érzékenységet, hanem a teljes glóbuszra. De én ezt nem állítottam, Robi. Én ezt nem állítottam. Hát nekem teljesen úgy hangzott. Ja, hát akkor szarul értetted, és biztos nagyon rosszul magyaráztam. Nagyon szégyellem magam. Tehát én nem elbagatelizálom azt a nagy problémát, amit előadtál, hanem kifejezem a tehetetlenségemet, hogy én nem tudom odaadni a 100 szigetét a csávónak, a szerencsétlen szegény embernek. Én abban tudok segíteni, amiben nekem hatalmam van áll, ezért fel kell ébreszteni a cselekedj lokálisan eszméje alapján bennem azt, hogy és én mit tehetek ezért? Mert azt, vagy akkor te most vagy naív vagy, hogy arra vágysz, hogy ha ezt itt most elmondod, akkor hallgatja a 100 szigetes és szétosztja a szigetét, vagy azt várod tőlem, hogy én fogjak egy kaszát, és menjek és gyilkoljam le a 100 szigetes, és így oda Úristen, tudom adni a szigeteket. Ki mondott ilyet? Mit tegyek? Mondom, nagyon egyszerű. A Bernie Sandersre meg a Jeremy Corbynra kell szavazni, akik mit kínálnak Amerikának? Hát én nem rájuk szavaztam a választáson, amin én szavazhattam volna a Bernie Sandersre. Na jó, de te most Magyarországon nincsen. Én azt kérdeztem, Magyarországon nincsen hiteles baloldali alternatíva. Sajnálom, hogy nincsen, de nincsen. A helyzet az, hogy az angol száz világban az a jóléti kapitalizmus, vagy az a szociálkapitalizmus, ami élhető, ami mondjuk a kontinensen van, ami leginkább a skandináv országokban van, nem vert gyökeret. A Jeremy Corbyn meg a Bernie Sanders azért politizálnak, hogy egy olyan adórendszert, egy olyan társadalmi újraelosztást vívjanak ki, amelyben nem éri meg, hogy 10 szigeted legyen. Az éri meg, hogy az egy szigeted után, amikor a másodikat megveszed, akkor már gondolkodj el, hogy érdemes-e, mert olyan adósávba kerülsz, és amely működésnek a révén az a rettenetes nyomor, az a rettenetes szegénység, az enyhülni tud. És tudod, a virtuális gazdagságnak a megadóztatása tényleges létbiztonságot eredményez azoknak, akiknek a szenvedése meg a nyomora nem virtuális, hanem nagyon is fizikai. De ez csak a minimum, amit megtehetsz, hiszen szavazni az amerikaiak is csak 4 évente mennek el. Lehet belőled, sokkal több, amit tehetsz, hogyha te belőled válik Bernie Sanders vagy Jeremy Corbyn, létrehozol egy baloldali mozgalmat, aminek az a koncepciója, hogy igenis adóztassuk meg azokat, akiknek a vagyona, az obszén mértékű szociális különbségeket, az ollót kezdjük el visszazárni, mielőtt nagy baj lesz. Én nagyon sajnálom, hogy a Bernie Sanders elnökségét és annak az eredményét nem láthatjuk a gyakorlatban, de tudod, amit most mondtál, hogy a belőled válik a Bernie Sanders, ezt most gondold el, hogy hányan hallgatják ezt a műsort, úgy oszlattuk el a felelősséget, hogy ja, hát majd biztos valamelyik másik hallgatóból lesz a következő Bernie Sanders. Tehát, hogy ez sem megoldás. Nem mondtunk valami olyat, amit mindenki tehet érte. Mert nincs olyan. Mindenki tehet érte. Tudod, mi az? Megváltozni, etikusabb módon élni, elkezdeni etikusabb módon élni, és mondjuk azokat, akik etikusabb módon élnek, azokat nem kigúnyolni, azért, mert etikusabb módon élnek, és mondjuk mi is szeretnénk etikusabb módon élni, de mi jó, sokkal jobban szeretjük a kényelmünket, sokkal jobban szeretjük az elhasznált tárgyainkat eldobni és újat vásárolni, és éppen ezért kipellengérezzük, éppen ezért kigúnyoljuk, éppen ezért megszégyenítjük azokat, akik elkezdték írni azt az új kánont, elkezdték írni magukból, meg az életmódjukból azt az új erkölcsöt, ami esetleg majd egy új civilizáció alapja lehet. Ezt akartam hallani.
Én most megyek és ledöngölöm a padlót, mint a Szász szigetemen. Akkor mondok mást. Amikor azt mondtad, hogy tudod, ahogy így leköpi a hajléktalant, akár a polgár, akár a gazdag, hogy így, hogy koszos, azzal baj, az ő baja, az ő felelőssége, de tökéletesen, és az én ignoranciám, az igazából az elegáns attitűd. Ezt így kell átélnem, hogy látok valakit szenvedni, hogy fúj. Ezzel kapcsolatban azonnal beugrott az a szó, hogy igénytelen, meg hogy igényes. Hogy ezt mennyire kifordultan használjuk. Hogy ránézze valakire, akinek rettenetes az élete, és igen, megtalálhatod benne az ő felelősségét is, de a tehetetlenségét is, meg az induló helyzetét is, meg a lehetőségeinek a hiányát is. És azt tudod rá mondani, hogy mennyire igénytelen. Bezzeg a virágosnál, amikor azt mondja, hogy ez a virág igénytelen, akkor így bólint. Az egy dicséret. Na, milyen jó. És egyébként meg tudod, a szerzetes, aki igénytelen, aki csak délelőtt vesz magához táplálékot, és azt is összekoldulja alamizsnaként, és egész nap tudod, az ideológiával, az ideával, meg Isten létezésével foglalatoskodik, és egy kemény ágyon alszik 4 órát, ő is igénytelen. Az is igénytelen. Tehát nincsen igénye ezekre a hívságokra. Te meg azt mondod magadról, hogy igényes vagy, mert eljársz a körmöshöz, mert minden hónapban új telefonod van, mert divatosan öltözködsz, mert drágán eszel, és mert leköpöd a koldust. Mert lehet az egyszerűsíthetetlen összetettséget az igénytelenség jelzőjével illetni, akkor fogalmazzunk így, a következő civilizáció olyan igénytelen lesz, hogy majd megismeri azt a szót, hogy elég. Majd megismeri azt a fogalmat, hogy elég jó. És az elég jó, az majd elég lesz, eléggé jó. És tudod, amikor majd jönni fog valami, ami egyébként a diagnosztikát, mint mondjuk az MRI vizsgálatot, magasabb színvonalon végzi, és több embernek az életét menti meg, akkor majd megszületik az a pillanat és az a következtetés, hogy az előző MRI készülék nem volt elég jó, mostantól ez az elég jó. Nyilvánvaló, hogy nem fognak belehalni az emberek ebbe a fajta igénytelenségbe, vagy az egyszerűsíthetetlen összetettséggel való megelégedettségükbe, egyszerűen csak meghódítunk magunk számára egy olyan civilizációs normát és egy olyan civilizációs magaslatot, amitől jelenleg nagyon messze vagyunk, hiába a tárgyi kultúránk, hiába sokszínűbb, ha nem fenntartható, mert magában hordozza az összeomlást, a csődöt és a véget. Akkor te most egy tervezett avulásmentes kapitalizmusban hiszel, vagy pedig... Nem kapitalizmus, az majd egy teljesen új gazdasági berendezkedés lesz. Úgy elmondása... fog viszonyulni a kapitalizmushoz, ahogyan a kapitalizmus viszonyul a feudalizmushoz, vagy ahogy a feudalizmus viszonyult a rabszolgatartáshoz. Mindenképpen rendszerben kell, hogy gondolkodjunk, úgy, ahogy a folyadékoknál a közlekedő edények, vagy ahogy a gravitációnál az egymást vonzó tömegek, vagy testek, hogy jelen pillanatban a pénz az, amivel történnek a dolgok. A kereslet viszi föl az árat, és az alulkereslet húzza le valaminek a meghatározó árát. Csak ha fizetőeszközt, és ezzel játszunk szerintem az önkényesben hosszú távon, mert már mondtam olyat, hogy a fizetőeszköz lehetne a katarzis, és akkor kapsz valamit, ha másiknak örömérzetet vagy elégedettséget okoztál. A Robi eddig elmondott dolgai alapján az új fizetőeszköz a harmónia lehet. A buddhisták mondják, hogy ne vedd el, amit nem adnak. Szólhat ez a lopásról, de mondjuk a szerzetesek azt is megkérdezik, ha vendégségben járnak valakinél, hogy egy tárgyat odébb tehetnek-e. Annyira nem akarnak beavatkozni. Na, ott erkölcsi tartalma van ennek. Látod, például a buddhistáknál úgy van, hogy ők nem esznek húst, mert nem akarnak hozzájárulni az állat szenvedéséhez. De amikor koldulnak és húst raknak eléjük, akkor azt megeszik. Mert az adományt, azt nekik meg kell becsülniük. Az egy fontosabb, magasabb rendű érv, tudod, ha bemegy a boltba és válogat, nem a húsosat választja, mert nem akar az állat szenvedéséhez hozzájárulni. De amikor valakitől adományt kap, azt nagy alázattal elfogadja, akkor is, ha hús. Mert akkor utána járhatna minden nap ebbe a házba egész véletlenül. Arról van szó, hogy az... Arról van,
De tudod, pont attól buddhista. Hogy meg nem pont jártam, att, igen, jaj, jaj, hogy nem így spekulál. Nem attól tudod, buddhista, nem kapitalista, attól szerzetes, nem attól jellemes. Nem kapitalista, ja. Tudod. Arról van szó, hogy a kapitalizmus az intézményes kapcsiságnak a világrendje. Ilyen értelemben nem ez az új tárgyi kultúra, meg az ehhez tartozó erkölcs, az ahhoz tartozó tervezett tartosság és egyszerűsíthetetlen összetettség nem a kapitalizmus terméke lesz, hanem majd egy új gazdasági berendezkedésé lesz. Azt nem gondoljátok, hogy volt egy korszak, amikor a mesterember jó híre sokat ért, hogy akkor a minőség az még ott tartott, ahol kellett? Mert erre mondtam azt, hogy ez a tervezett tartóság, ez egyszer már volt, mert az volt az érdeke, hogy ott a szűk faluban, ahol őt névről ismerik, hogy nem hogy a Kovács, hanem Józsi a Kovács. Mindannyian tudjuk, hogy a Józsi a Kovács, mert 320-an lakunk itt. Nem nehéz követni. És ha a lovamnak a második utcasarkon leesik a Balhácsó egyes patkó a lábáról, akkor tudni fogom, hogy nem a Kovács, hanem a Józsi és családja az, aki nem csinált megfelelő holmit a számomra. És ahogy nőtt ez, és a Kovácsok száma is nőtt, hiszen egy milliós városban hány Kovács van? Onnantól kezdve a felelősség eltűnt a mögül, a tárgy mögül, ahogy, amit létre. Nagyon szívesen hallottam ezt a vitát most így félig-meddig kívülről, és mindenféle történelmi analógiák járnak a fejemben. Például most azok a társadalmak, amelyek erre az általatok milyen harmonikus törekvésként jellemzett közállapotokra törekedtek. Most nyilván valamiféle társadalmi vagy közgazdasági harmóniáról beszélünk, ami jellemezte mondjuk a mindenkori kínai birodalmat, jellemezte mondjuk a japánokat évszázadokon vagy évezredeken keresztül, és jellemzett számtalan ilyen furcsán megcsontosodott, egyszerre modern, egyszerre őskori, egyszerre ókori jellegzetességeket mutató társadalmakat. Egy biztos, hogy ezek a társadalmak az olyan a versengésre, a folyamatos innovációra, az állandó megújulásra építő társadalmakkal, mint amilyen az európai volt, az ezekkel való találkozást rendre nem élték túl. Ezt csak azért mondom, mert hogy én értem, meg a mögötte megbújó morált is értem, sőt, még támogatni is hajlandó lennék egy olyan elképzelést, ami az emberi szenvedés helyett az örök harmóniában való létezést tekinti elsődleges feladatának, vagy az erre való törekvést tekinti elsődleges feladatának, csak valahogy állandóan bujkál bennem egy ilyen furcsa, nem tudom, indulat azzal kapcsolatban, hogy az emberi természet nem ilyen. És nem azt mondom, hogy az ember rossz. Az emberi természet az fejlődni tud. Az emberi természet sokkal rosszabb minőségű volt a kereszténység előtt. Aztán azért javult, nem? A kultúra mindig újraírja, és az kérdés, hogy rosszabb vagy jobb állapotot hoz belőle létre, mint amilyen a természet. Volt egy könyvem gyerekkoromban, amit nagyon szerettem, az, hogy már nem emlékszem a szerzők nevére, de nem azért nem emlékszem rá, mert elfelejtettem, hanem ha jól emlékszem, Kécse antropológus írta, és már akkor sem tudtam értelmezni a nevüket, és sem a grafikusét, sem pedig a szövegszerzőjét, de az emberi törzsfejlődésről szólt, néhány nagyszerű illusztrációval végig lehetett követni az emberi törzsfejlődést az Australopithecus-tól egészen a Homo sapiens sapiensig. És én arra emlékszem, hogy az eszközhasználó emberek megjelenésével a lelőhelyeken vagy több százer éves táblatokban tárnak föl folyamatosan marokköveket, szakócákat és olyan eszközöket, amivel a húsokat készítik el, meg készítették fel, meg megnyúzták az állatokat. Okay. És egészen 6 millió évnek kell eltelni addig a pillanatig, és erre az egy képre emlékszem, ami valamitől nagyon meghatott, nagyon megragadott, és valahogy nagyon a magaménak éreztem, és valahogy azt gondoltam, hogy igen, ezek vagyunk mi, ezek a mi őseink, és neki kell megfelelnünk az ő sztenderdjeinek, az ő elvárásainak, az ő alázatának és hogy mondjam, történelmi küldetésének. Az utolsó kép már egy olyan embert ábrázolt, aki éppen egy kőbaltát, de már egy csiszolt kőbaltát faragott, a háttérben állatok legeltek, állatokat tartott, egy kis kunyhóban lakott, jól el voltak különítve már a társadalmi szerepek ebben a közösségben, a nők éppen valamilyen ételt készítettek, a férfi éppen szerszámokat, a gyerekek is külön játszottak, és ahogy azt mondtam már, az állatok is abban a szerepben jelentek meg, mint később.
azt az embert láttam, aki meg akarja változtatni a világot, aki haladni akar, aki magáinak akarja tudni a világ minden kincsét, és nem önzésből, és nem, hanem azért, mert az intelligencia, és az a felelősség, és az a morális többlet, amivel mi rendelkezünk az állatvilághoz képest, az igenis engem legalábbis, és szerintem az emberek többségét arra sarkalja, hogy folyamatosan változik. De nem látod, hogy ez a dolog a dugájába dől? Nem látod, hogy a fenntarthatatlan növekedés az... Ez a dolog nem dől a dugájába, amit az imént elmondtam. Azt el tudom fogadni, hogy bizonyos elemei ennek a gondolatnak, megnehezítik az életünket alkalmasint, akár el is lehetetleníthetik, és hatalmas válságokat idézhetnek elő, de összességében azt gondolom, hogy minden olyan gondolat, ami az emberi innovációra való törekvést, illetve az emberi intelligenciát korlátozni vagy keretek közé szorítani akarja, az végső soron valamilyen a korábbinál vagy a megúszni véltnél is nagyobb kataklizmához vezet. Mindig is. Ilyen gondolatok tették az ember többé és jobbá, amelyek igen korlátozták. Korlátozták az ösztönvilágát, korlátozták, mondjuk azt mondták, hogy nincs jogod mindenhez, ami jól esik, vagy bármihez, ami jól esik. De hát ez is fejlődés. Igen, azt gondolom, hogy ez fejlődés. Például a kereszténység ezt hozta az antikvitáshoz képest, hogy nem, nincs jogod bármihez, ami jól esik. Mert egyéb erkölcsi tartalma van a cselekvésnek. És kellett valami új. Na, most arról van szó, hogy amikor azt mondod, hogy a rabszolgatartás az igenis leváltotta a gyűjtögetés meg a vadászatot, igenis meghaladta, ez nem egy érv a feudalizmus ellen. Nem egy érv. Tehát ez nem egy érv. Értem, hogy a rabszolgatartás az magasabb rendű volt, mint a vadászat meg a gyűjtögetés, de ettől még nem az emberi történelemnek meg az emberi működésnek a csúcsa, hanem vezetett még tovább az út. Lehetett fejlődni onnan. Érted? És aztán jött a feudalizmus, és aztán jött a kapitalizmus. Ne gondoljuk azt, hogy a kapitalizmus a végső. Hogy valójában itt most tulajdonképpen a kapitalizmus kell tökéletesíteni, mert már a történelem végén vagyunk. Minden korban úgy gondolta az emberiség, hogy a történelem végén van, és mindig jöttek újabb és újabb berendezkedések, igazságosabbak. Igen, és magasabb szinten civilizáltak. Igen. És azt gondolom, hogy azt a dilemmát, hogy javítsuk vagy kidobjuk, ami a fő dilemma, ami által a tulajdonképpen a céheknek a világát és a feudalizmust felváltották, a manufaktúráknak a világa, a cégeknek a világa, a kapitalizmusnak a világa. Ez a változás, ugye a régi ember azt mondta, hogy javítsuk, ez volt a C-mester. A tőkés azt mondja, hogy ne javítsd, miért kéne javítani, hát már pörög a gép. Újat gyártunk. Dobd el, van jobb, van újabb. Na most én azt látom, hogy az egyszerűsíthetetlen összetettség és az ahhoz tartozó tervezett tartósság fölöslegessé teszi ezt a dilemmát. Nincs többé ez a dilemma. A klipper öngyújtóval kapcsolatban nem vetődik fel, hogy javítsuk vagy kidobjuk. Soha nem kell kidobni, mert soha nem tud elromlani. Soha nem kell javítani, mert soha nem tud elromlani, mert nincs benne semmi, ami elromoljon. De az attitűd végig ott lesz, hogy én nem viszem el javítani, hanem kidobom, mert erre már megtanított a társadalom. Igen, mindig ott lesz. Neked kell változnod. A klipper öngyújtó önmagában nem fogja ezt a rossz működést megváltoztatni. A klipper öngyújtót ugyanúgy kidobhatod, mint azt a lapos öngyújtót, tudod, amelyiknek nincsen töltője a végén, amelyiknek nem cserélhető a tűzköve, amit arra gyártottak, hogy eldobd, mert ők már gyártják az újat. Azt gondolom, hogy az egyszerűsíthetetlen összetettség azért a nagy megoldó képlete a tárgyi kultúránk csődjének, mert sem javításra, sem kidobásra nem szorul az a tárgy, amelyik így készül. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.